20 éves fennállását ünnepelte a menedéket nyújtó Családok átmeneti otthona. Sikert aratott Kecskemét új összművészeti fesztiválja a Művészetek főutcája. Közel 300 versenyző érkezett a Vöröskereszt által szervezett 52. országos elsősegélynyújtó versenyre. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a hírórában a híres híreket látják 19 órakor. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Családok átmeneti otthona. 2004-ben nyitotta meg kapuit ugyanis az otthon, amely menedéket nyújt az otthon nélkül maradtaknak, vagy éppen az erőszak elől menekülteknek. Jelenleg 21 fő van a Családok átmeneti otthonában, abból pedig 13 gyermek. 2004-ben nyitotta meg kapuit és adott menedéket az otthontalanná vált családoknak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Családok átmeneti otthona. Jelenleg 21 főnek adnak hajlékot, és ebből 13 gyermek. 20 évvel ezelőtt is talán hasonló helyzet volt, és a célunk alapjaiban véve ugyanaz, hogy otthont adjunk az otthontalan családoknak, és esélyt, újabb esélyt arra, hogy ők teljes életet tudjanak élni, önállóan tudják saját életüket vezetni. Ma sincs ez másként. 21 férőhelyen működik a Családok átmeneti otthona, amely úgy 20 évvel ezelőtt is 21 férőhelyen működött. Mindig is egy teljes kihasználtsággal működő intézményről beszéltünk. Óriási az igény erre az átmeneti ellátásra. 20 évvel ezelőtt a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat a város önkormányzatával együttműködésben indított el a Családok átmeneti otthonát, mint gyermekjóléti szolgáltatást itt Kecskeméten. Engertje Kamni alpolgármester ünnepi beszédében kifejtette, milyen fontos szerepe van a szeretetszolgálatnak. Itt egy olyan biztonságos környezetet talál, és hát segítik a szülőket, az anyát arra, az anyákat, hogy akár egy életvezetési program keretében, akár a munkaerőpiacra való megjelenéssel felkészítik őket arra, hogy aztán egy bizonyos idő után, amikor ismét lelkileg, fizikailag megerősödnek, a család együtt tudjon maradni, és én azt gondolom, ez egy rendkívül fontos szempont, hogy a gyerekek nem kerülnek más szülői felügyelet alá. Dr. Mák Kornél kiemelte, a vármegyében a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat látja el legmarkánsabban ezt a feladatot. Van, aki fél évig, van, aki meghosszabbítva él ezzel a lehetőséggel, de mindig vannak olyan családok, akik egyedül maradnak, édesanyák egyedül maradnak, erőszak, fizikális, verbális erőszak történik a családban, és segítségre van szükségük. Ez nagyon nagy segítséget jelent nekik, úgyhogy megye részéről is csak hálásak tudunk lenni. Rikóné Kis Éva, elnöki tanácsadó, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti csoportjának vezetője az ünnepségen visszaidézte az elmúlt 20 év emlékeit, nehézségeit és sikereit. Az ide érkező családoknak egy évvel rendelkezésükre, hogy új életet tudjanak kezdeni. Dr. Rigó Orsolya köszönetet mondott az összes alapítónak, valamint Szakolcai Krisztinának, aki már 20 éve dolgozik a Családok átmeneti otthonában. Az ünnepségen az ő általa készített kis filmet tekintették meg. Visszaidézve az elmúlt éveket, megtekintettek egy kiállítást is, amelyet fiatal gondozottjaik készítettek. Végezetül pedig szentmisét tartott dr. Jenei Gábor atya, mely szeretett vendégséggel zárult az ünnepség. A hétvégén tartották Kecskemét új összművészeti fesztiválját, a Magyar Művészeti Akadémia sokszínű tevékenységét bemutató Művészetek főutcáját. A rossz idő miatt a Nagyszínházban megtartott eseményen Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója, a fesztivál ötletgazdája köszöntötte a megjelenteket, akik a Kodály Iskola műsorát, Eszenyi Enikő és Járai Máté dúóját, valamint a Felhangolva című előadást is megtekinthették.
Kecskemét új összművészeti fesztiválja a Művészetek Főutcája egész héten változatos programokkal várta az érdeklődőket. Cseke Péter teátrumigazgató, egyben a Magyar Művészeti Akadémia Kecskeméti Regionális Munkacsoportjának elnöke a szombati megnyitón elmondta, a fő célja a Művészeti Akadémia 9 tagozatában zajló színvonalas és sokrétű munka bemutatása a nagy közönségnek. Kiemelte, hogy nem volt egyszerű feladat összehangolni a 9 művészeti ág képviselőit egyetlen hétvégén. De végül sikerrel jártak, és a rossz idő sem csorbíthatja a fesztivál hangulatát. Cseke Péter köszönetet mondott a kecskeméti városvezetésnek, kiemelten Szemereiné Pataki Klaudia polgármesternek, amiért az új fesztivál mellé álltak. A Művészetek Főutcája programjai már szombaton napközben elkezdődtek, és vasárnap is folytatódtak városszerte több zárt helyszínen. Így többek között a Kelemen László Kamaraszínházban, a Cifra Palotában, a Tudomány és Művészetek Házában és a Kirakat Galériában. Kiállítások, vetítések, koncertek és táncház színesítette a programot. A témával bővebben Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Kecskemét belvárosának 20 frekventált pontján nyújtottak elsősegélyt, szakavatott kezek a Vöröskereszt által szervezett 52. országos elsősegélynyújtó verseny szombati döntőjén. Az ország minden tájáról érkezett csaknem 300 versenyzőnek élethűt szituációkban az imitátorok jajgatása, pánik és művér közepette kellett számot adniuk tudásukról. A fő cél immár 52 éve az elsősegélynyújtási ismeretek terjesztése, népszerűsítése. Az 52. országos elsősegélynyújtó verseny ünnepélyes megnyitóját péntek este tartották a Neumann János Egyetemen, ahol elsőként a svájci napokhoz kapcsolódóan Svájc, a Vöröskereszt hazájának nagykövete Jean-François Parot köszöntötte a fiatalokat. A városvezetés nevében dr. Papp Zoltán önkormányzati képviselő üdvözölte a verseny résztvevőit. A rendezvény fővédnöke Szemereiné Pataki Klaudia polgármester volt. A szájához is, nézem közben melkeset, ez a hármas észlelés, ez azt jelenti, hogy érzem, amikor kifúrja a levegőt, látom a melkas emelkedését, és hallom a kiáramlót. A verseny célja az elsősegélynyújtás, az emberi segítőkészség és a humanitárius eszmék népszerűsítése, valamint a vöröskeresztes elsősegélynyújtók elméleti tudásának és gyakorlati ismereteinek fejlesztése. Mint Kardos Istvántól, a Magyar Vöröskereszt főigazgatójától megtudtuk, országszerte mintegy 16 ezer diák bevonásával már hónapokkal ezelőtt megkezdődött az idei ismeretterjesztő programjuk. A cél az, hogy az az első pár perc, amíg a szaksegítség, az országos mentőszolgálat kollégái kiérkeznek, az olyan legyen, hogy az életmentés vagy az állapotromlást megelőzzük. Az életmentés az egy nagyon lényeges eleme, az, hogy az eszméletlen állapotban a légutak biztosítása, az erős vérzés csillapítása, illetve arra figyelemmel lenni, hogy ne romoljon az állapotot. Az ehhez kapcsolódó verseny országos döntője zajlott szombaton Kecskeméten, ahol minden megyéből három kategóriában gyermek, középiskolás, felnőtt érkeztek a legjobb csapatok, hogy összemérjék tudásukat a 20 helyszínen. A versenyfeladatok sokszor megtörtént eseteken alapultak, melyeket igyekeztek minél élethűbben szimulálni, a versenyzőknek pedig a főbb sürgősségi ellátásokat kellett elvégezniük. Belgyógyászati balesetek, allergiás reakció, cukorbeteg rosszul lét, stroke, ugye, ami manapság az egyik nagyon nagy probléma, szívinfarktus tünetei, és ugyanakkor vannak az érdekesebb esetek, amikor valami traumás sérülés ér egy beteget, és úgy kell ellátni. Minden ilyen elsősegélynyújtó versenynek természetesen van egy újraélesztéshez kapcsolódó állomása. Dr. Lóczi Gerda hangsúlyozta, a baleset vagy rosszul lét utáni első percek kulcsfontosságúak a túlélés és felépülés szempontjából, ezért a mentő kiérkezéséig nagyon sokat tud segíteni egy elsősegélyben jártas, laikus ember is. Ezekben az első percekben hivatott segíteni a mentőszolgálat által néhány éve elindított telefonos segítségnyújtás, instrukciókat adnak a mentő kiérkezéséig. Az 1971 óta megtartott országos elsősegélynyújtó verseny döntőjét minden évben más városban, jellemzően megyeszékhelyeken szervezik meg. A döntő időpontja mindig szeptember 2. szombatja, mely az elsősegélynyújtás világnapja.
Nézd meg, hallgasd meg, próbáld ki, mert jönni kell. Mottóval várta a természetgyógyászat és azzal összefüggő alternatív módszerek iránt érdeklődőket a Harmóniában önmagaddal című rendezvény a Tudomány és Művészetek Házában a hétvégén. A Harmóniában önmagaddal rendezvényen természetgyógyászati programok, többek között jóga, masszázs, önismeret, egészségmegőrzés, táplálkozási tanácsok várták az érdeklődőket. Neves szakemberek, terapeuták, gyógyítók, a természetgyógyászat fontosságát is elismerő orvosok előadásain vehettek részt az eseményre látogatók, akik kipróbálhatták az egyes alternatív módszereiket is, és kóstolhattak egészséges, organikus ételeket, italokat és táplálék kiegészítőket és egészséget megóvó vitaminokat. A szombat reggeli megnyitón Engert Jakabné, Kecskemét alpolgármestere köszöntőjében kiemelte. Az esemény jó alkalom arra, hogy elmélyüljünk saját magunkban, megtapasztaljuk a nyugalmat, és újra kapcsolatot teremtsünk belső értékeinkkel. Hiszem, hogy minden résztvevő gazdagabban és feltöltődve távozik innen olyan gondolatokkal, amelyek segítenek harmóniában élni, fogalmazott. A zene sem maradhatott el, hiszen a zene táplálék a léleknek, hangsúlyozták a szervezők, így koncertekkel is szórakoztatták a közönséget. A Svájci Napok kiemelt eseménye volt a szombaton megtartott svájci piknik a Neumann János Egyetemen. Az egyetem aulájában megrendezett programon kóstolókkal, cégbemutatókkal és színes programokkal várták az érdeklődőket. Az aulában elhelyezkedő standokon többnyire a Kecskeméten és környékén működő svájci tulajdonú cégek, a Fornetti, a Hilti, a Phoenix Mekánó és a Kaptek képviseltették magukat, de volt Lind csoki stand, sajt és borkóstoló állomás és kutyáspont is a gyerekek nagy örömére. Szabadtéren két gasztrostrand várta a vendégeket. Az egyiken incsiklandó raclette sajt melegedett, melyet főtt burgonyával, bébi kukoricával, gyöngyhagymával kínáltak. A másikban pedig húsokat, kolbászokat grilleztek. Az eseményen részt vett Jean-François Parot, svájci nagykövet is, aki immár egy hete tartózkodik Kecskeméten, hogy a Svájci Napok eseményein erősítse a két ország, illetve Svájc és Kecskemét kapcsolatát. Nagyatádi Szabó István egykori földművelési miniszter 161. születésnapja emlékére tartotta meg az Aranykorona Alapítvány az új tanyacsárdában a Földművesek Emléknapját, a 8. Földművesek Napja országos rendezvényt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskunvár megyei szervezete és Lajos Mize önkormányzata, mint házigazdák szervezték meg az eseményt, melyen díjakat és elismeréseket is átadtak. Az új tanyacsárdában tartotta meg a 8. Földművesek Napját az Aranykorona Alapítvány. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskunvár megyei szervezete és Lajos Mize önkormányzata, mint házigazdák szervezték meg az eseményt, amelyen Nagyatádi Szabó István egykori földművelésügyi miniszter munkásságához méltó elismerésüket fejezték ki a gazdák. Ő a magyar parasztságot kisgazdának tekintette, és egész életében a sorsuk javításán munkálkodott. Az eseményen a szervezők a megbecsülésüket fejezték ki az ország földművelő gazdáinak, az egész életükben végzett áldozatos és kitartó munkájukért, amellyel a magyar hazánk földjét megművelve megteremtik kenyerünket, a zöldség és gyümölcseinket és egyéb élelmünket. Lajos Mizséről és a térségében lévő településekről a munkájuk elismeréseként 24 családi gazdaságból 29 gazdát részesített az Aranykorona Alapítvány plakett és elismerő emléklap díjban. Védnöki díjat kapott dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskunvár megyei közgyűlés alelnöke, Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskunvár megyei szervezetének elnöke, Baski András, Lajos Mize polgármestere és Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. A témával bővebben Keddi Kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Kikacsingattak a hagyományos magyar házias ízek tárházából a csapatok a 12. Műkertvárosi Kakasfőző napon szombaton.
Idén a kakaspörkölt mellett még spanyol étellel is találkozhattunk a megmérettetésen. A csapatoknak azonban nem csak főzniük kellett jól tudni, hanem az énekléshez, a versíráshoz és a csizmahajításhoz is érteniük kellett. Az idei kakasfőzőn 24 csapat készítette el a legfinomabb falatokat. Még a hús felvágásához is legjobb tudásukat vették elő a szakácsok szombat reggel, amikor kezdetét vette a 12. Műkertvárosi kakasfőzőnap. Az idei megmérettetésre nem kevesebb, mint 24 csapat jelentkezett, ami azt jelenti, hogy mintegy 400 helyi gyűlt össze, hogy elkészítse a legfinomabb gasztronómiai fogásokat. 4-5 bográccsal kezdtük 12 évvel ezelőtt Műkert, vagy a Kertvárosi Iskola udvarán, szakadó esőben, és álmodtunk arról, hogy egyszer majd 20-24 bogrács fog állni itt a Vadaspark előtti téren, és az álom valós, vagy megvalósult. Az a célunk, hogy a Műkertváros egy összetartó közösség legyen, és igen, kijelenthetjük, hogy a Műkertvárosnak egy nagy közössége van. A Műkertvárosért Együtt Egyesületet vezető testvérpár, Baracsi Klára és Baracsi Kati szívügye a közösségépítés. Lévai Jánosné kiemelte, ez a két lány a rugója, az összefogó ereje a városrésznek. Az önkormányzati képviselő a helyieket dicsérve leszögezte, a Műkertvárosi egy nagyon odaadó közösség. Azt gondolom, hogy akik ide eljönnek, hetek óta készülnek, felállítják a sátrat, beszerzik az alapanyagot, és az a közös együttlét, az a minőségi idő, amit ők itt együtt töltenek, az nekik is nagy boldogság, és egy nagyon nagy összetartó erő itt a Műkertvárosban. Én nagyon örülök annak, hogy más városrészekben is vannak hasonló napok, szüreti nap vagy disznótor, de itt a Műkertvárosban ennek hagyománya van, mint hagyománya van már a disznótornak is, amelyet már kétszer szerveztünk. Dr. Szeberényi Gyula Tamás is rendszeres látogatója az eseménynek. Az országgyűlési képviselő az élet egyik olyan szegmenséről beszélt, amely összetartja nemzetünket, a magyar népet, a kecskemétieket és a műkertvárosiakat. Az együttlétek azért a közös étkezés az mindig része. Csak gondoljunk bele, ha egy vendéget hívunk, akkor egy vacsorára hívjuk. De ha valaki csak úgy beesik, akkor is mi előveszünk valamit, kitesszük az asztalra, megkínáljuk. Úgyhogy ez a magyar lélekkel nagyon szoros kapcsolatban van az étkezés, a színvonalas étkezés, és talán ezért van az, hogy ilyenkor ősszel, amikor vége van a nyárnak, és mindenki hazajön a nyaralásból, akkor nagyon sok ilyen rendezvény van. A bográcsokban nem csupán a kakasok landoltak, hogy elkészüljenek a legkülönlegesebb ízesítésű pörköltek. A marha, a bárány, a szarvas és a csirkehús is előkerült. De a magyar hagyományos ízek mellett például spanyol ételek is az asztalra kerültek délben. A csapatoknak azonban nem csak főzniük kellett jól tudni, hanem érteniük kellett az énekléshez, a versíráshoz és a csizmahajításhoz is. Több bográcsban rotyogott a marha és a pacal pörkölt szombaton a borbási szüreti mulatságon. A falu egyik legnagyobb eseménye már hagyománnyá vált a helyiek körében. Az idei rendezvényen egy óriási retro tricikli is előkerült, melyet a legkisebbtől a legidősebbekig mindenki hajthatott. Azt mondtátok, 70 év fölöttem megy az élet, de még a 70 évesek is simán eltekerték ezt az óriási retro triciklit. Nem csak a nagyok, a legkisebbek is élvezték ezt a különleges háromkerekűt borbáson, a szombati szüreti mulatságon. Dr. Fekete Gábor önkormányzati képviselő elmondta, Borbás egy kis lélekszámú település, a falu lakói ezért nagyon összetartóak, a hétköznapokban is folyamatosan segítik egymást. Mindenki ismer mindenkit, és hogy szerintem a legfontosabb, hogy segítenek egymásnak. Egy, hogy úgy jó a viszony, tehát hogy én nem azt látom, hogy ellenségeskedés lenne a falun belül, hanem inkább azt látom, hogy jó barátok segítenek egymásnak, és ez igaz a tanyavilágra is. Tehát, hogy mondjuk nekem van, hogy szól valamelyik falubeli, hogy melyik tanyán van gond, menjünk oda, segítsünk, tehát hogy tudnak egymásról, vigyáznak egymásra. Ennek volt bizonyítéka a szombati nap is. A borbási szüreti mulatság már hagyománnyá vált a településen. Minden évben összegyűlnek a helyiek, hogy eltöltsenek közösen egy kacagással, mosollyal, vidámsággal teli napot. A legfőbb célja és üzenete az, hogy összejön az egész falu, illetve a falunak nagy tanyavilága van. Egyébként meg most nagyon sokan jöttek Szentkirályról is, úgyhogy ezt mondhatni már két falu jön össze. És
A legfőbb üzenete az, hogy együtt az itt élők meg jól érzik magukat, közösen főznek. Itt a helyiek eléggé jól tudnak főzni és szeretnek főzni, és mindenki maga választja, hogy milyen pörköltet főz, és ez a fő üzenete, hogy együtt jól érezzük magunkat. A szakácsok incsiklandozó marha és pacal pörköltet készítettek, melyből minden mulatozót megkínáltak. A finom étel és a jókedv mellé zene is dukált, így vált felhőtlenné a hagyományos szüreti mulatság a faluban. Ismét Kecskemétre érkezett Meiszter Éva. Az erdélyi származású Emke életműdíjas színművésznő a Víziboszorkány című monodrámát adta elő szombat délután a Katona József könyvtárban. A darabot Kemény János azonos című regénye nyomán írta Meggyesi Éva. Fényes nappal volt, amikor kiválódik az ajtó, és ott áll fölöttem apám. Egyik kezében ökörlánc, a másikban egy kék pálya. Szombat délután tekintette meg a nagy érdemű a Katona József könyvtárban Meiszter Éva Emke életműdíja színművésznő Víziboszorkány című előadását az Ars Sacra Fesztivál keretében. A darabot Kemény János azonos című regénye nyomán írta Meggyesi Éva. A történet egy valós szeméről szól, és tulajdonképpen egy ballada, az erdélyi népballadák hangulata elevenedik meg benne 1830-tól 1914-ig. A monodráma főszereplője Jolka. Egy erős, okos asszony sok kihívással, romantikus szerelemmel, tragédiával és bámulatos üzleti sikerekkel tűzdelt életpályája bontakozik ki a cselekmény során. Ez a régben született erdélyi nő az egyetlen tutajos fehér nép a több száz éves tutajozás kemény világában. Hogyan áll helyt ebben a világban? Hogyan válik a csitri erdészlányból dúsgazdag fakereskedővé? Miként boldogul, mint hadgyermekes családanya, és ugyanakkor férfiakat megszégyenítő erejű tutajos asszony? A sokszor katartikus jelenetek a székhez szögezték a nézőket, akik az előadás végén felállva, könnyes szemekkel, percekig tartó vas tapssal köszönték meg az élményt. Különleges asszonyi sors bontakozott ki a színpadon. A cselekmény a történelmi Magyarország múlt századfordulós változásai közepette zajlik, a havas zord és egy alföldi kikötő nyüzsgő világában. Hogyan válik a kis erdészlány hadgyerekes családanyaként is dúsgazdag fakereskedővé, romantikus szerelmet, csalódást, tragédiát és sikereket átélve? A monodráma tavalyi budapesti ősbemutatója óta nagy sikerrel került színre Magyarország több településén, és a határokon túl Erdélyben és Kárpátalján is. Hagyományőrző Székely Magyar Nóta Napot szervezett szombaton a Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesület. A volt híres lovardában nem csupán a magyar nemzetet összekötő dalok voltak főszerepben, hanem a székely és a hazai ízek is. Székely magyar nóták csendültek fel egymás után szombaton a volt híres lovardában. A Székely Magyar Nóta Nap résztvevői bebizonyították, hogy a zene iránti szeretet is összekapcsolja a magyar nemzetet, mivel a szeretet a közös nyelvünk. Egy a gyökerünk. Én azt gondolom, hogy a magyar nyelv, a magyar identitás, hiába élnek országhatáron kívül, egy ország vagyunk, egy nemzet vagyunk, és ez nagyon fontos, hogy ápoljuk a hagyományainkat is, és a gyökereinket pedig ne szégyeljük, hanem ápoljuk és erősítsük, és én azt gondolom, hogy ezzel példát tudunk adni a fiataloknak. A Kecskeméti Nótások Baráti Köre Egyesület már évek óta megszervezi a Székely Magyar Találkozót. A tagok évente többször találkoznak székely barátaikkal, hol Erdélyben, hol Magyarországon. A célja az, hogy az eddig is szorosan működő barátságot továbbra is erősítsük. Most már talán egy kicsit mondhatom, ez egy kicsit hazajönnek, ha megyünk ki hozzájuk, kicsit hazamegyünk. Egy kicsit ez már több is, mint barátság. Én úgy érzem, ebben van már egy kis testvér szeretet is, meg tisztelet. Ezt akarjuk erősíteni, meg természetesen magyar nótát megörökíteni.
Kovács János kiemelte, még egy ilyen nép nincs, mint a magyar. Megkötés nélkül összeölelkezve nótázik bánatában és örömében is. A nap egyik szervezője, Ország Ilona pedig arról beszélt, hogy honnan érkeztek a vendégek. Az emberek többsége nem kecskeméti. A főzők azok Tevelről érkeztek, itt van nálunk a Teveli Székelykör. Akkor vannak Szekszárdról főzőink, a szekszárdi főzőhelynek az egyik tagja is énekelni fog. Akkor érkeztek Csíkszereda mellől Csíkrákosról, a csikipárosunk itt van. Természetesen az egyik tagunk is főz, aki kaskantyúi ugyan, de a kecskeméti nótásoknak a tagja. A nótanapot a gasztronómiával is egybekötötték, a székely és a hazai konyha ízei domináltak szombaton. A főzés-sütés közben közös nótázásra került sor a sátraknál, amelyet az Erdélyből érkezett Orbán Csaba kísért harmonikával. A délután folyamán pedig nótaműsor tartottak, cigányzenei kísérettel. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona, mely menedéket nyújt az otthon nélkül maradt családoknak. Kecskemét új összművészeti fesztiválja, a Művészetek Főutcája egész hétvégén változatos programokkal várta az érdeklődőket. Cseke Péter, a teátrum direktora és egyben az esemény ötletgazdája elmondta, nem volt egyszerű összehangolni a 9 művészeti ág képviselőit, de a rossz idő sem csorbított a sikeren. Közel 300 versenyző érkezett a Vöröskereszt által szervezett 52. országos elsősegélynyújtó versenyre, melyet Kecskemét belvárosának 20 helyszínén tartottak. Díjakat és elismeréseket nyújtottak át a nagyatádi Szabó István egykori földművelésügyi miniszter emlékére megtartott 8. földművesek napján. Az Arany Korona Alapítvány által szervezett eseményt szombaton tartották az új tanyacsárdában. Önök a Híres Híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját, a Híres Híreket látták. Következik a Kiemelő. Mai magazinunkban stúdió vendégünk lesz dr. Rigó Orsolya, Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Délalföldi régiójának regionális ügyvezetője. Ezt követően megidézzük a Művészetek Főutcája hétvégi hangulatát. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A Híres Híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden változóan felhős időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Elszórtan előfordulhat eső, zápor. Hajnalban pára, kötfoltok alakulhatnak ki. Délutára 16 és 23 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán a változó felhőzet mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Hajnalban 7-14, a délutáni órákban 21-26 fokot olvashatunk le a hőmérőkről. Csütörtökön változóan felhős idő várható, általában több órás napsütéssel. Néhol előfordulhat kisebb eső, zápor. A minimum általában 8-14, a maximum hőmérséklet 20-25 fok között alakul.